az emberben megvan a vágy, hogy menni akar. Erről akartam beszélni, és ugye nekem is háromszor sikerült elmenni Amerikába, mind a három furcsa és érdekes kirándulás volt, és mind a háromról fogok egy kicsit mesélni, össze-vissza, mert én sem emlékszem rá 100%-osan. Igen, mert nekem mindig a legdurvább az, amikor be kell oda lépni. Az a szerintem mindenkinek az a legkeményebb. Amikor az első utunkat tettük meg, Litkai Gergő barátommal, meg Fábri Sándorral mentünk a Cadillac Drive című televíziós eposzt végrehajtani, amiben én sofőr és Alaszka szakértő voltam. Máig emlékszem a beszélgetésünkre, amikor kérdezték, hogy mihez értek. Mondom, tudok autót vezetni. Vezettem már ilyen hosszú távolságot? Hát hogy de? Ugye a körutat nem mentem még egybe végig, de hát ha olvasol a Vinnetúról, érted, hogy a prérit végig száguldják lóval, hát nehogy már kocsival, nem tudom, érted? Hát... Na be, érted, hogy nem megyek, érted? És akkor mondtam, és Alaszka szakértő is vagyok. Most azért mertem ezt mondani, mert ugye indián törvények szerint a barátom barátai a barátaim. Na most a Horváth Jancsi barátom 2,5 évig élt Alaszkába. Hát mindenkit el tud mondani, érted? Név szerint tudtam volna megemlíteni őket, és akkor ők a barátaim. Tehát így gondoltam, hogy akkor sofőr és Alaszka szakértő leszek, ők meg úgy gondolták, hogy akkor nem lesz váltótársam. Úgyhogy egybe vezettem le a 17 000 kilométert, azért, hogy az úgy megkapja az ember rendesen. Tehát az, hogy hol van a sebességváltó, azt nem kell keresni, mert az amerikaiaknál nincsen. Tehát érted, automata megy előre, érted, de hogy hol kell tankolni? Az a legkeményebb, ugye megkaptam a kedileket, tankold meg. Azt így néztem, jártam körbe, mondom, beszarás, mondom. Egy darab luk nincs rajta, mondom. Hol a jó Isten? Imádkoztam, hogy ne fogyasszon sokat. Nem is fogyasztott sokat, ez egy 32 éves tűzpiros Cadillac, amiről beszélek, 2,5 tonna. 37-et eszik. Ha nem nyomod a gázt. Mert ha nyomod, kúttól kútig megy az autó, érted? Azt nem nyomtuk, érted? Imádkoztunk, hogy nem menjünk sehova. Az első 3 nap mondjuk nem is kellett, de teljesen mindegy. De a legdurvább az, hogy nem találod. És így néztem, hogy szentesi szokás szerint kellett volna, csak azt elfelejtettem. Ugye egyszer vettem meg egy kis polszkit, aminek 17 kulcsot kaptam hozzá. Minden ajtóhoz másik kulcs volt, másik indította, és a tanksapkához is járt még vagy 8. Az ott álltam a kúton, elkezdett szakadni az eső, és így nézegettem bele, a kutas meg így állt, azt így figyelt így engem. Azt így mondja nekem, azt mondja, rendben van, hogy loptam az autót, de hogy nem tudom kinyitni a tanksapkát. És ugye akkor feljött bennem a szentes, azt ennyit csináltam, telekérem. És bementem a shopba sörözni, mondom, mire ki játsza, érted, hogy melyik nyitja, addigra én berúgok, kihozanadok, és újra be is rúgok. Gyere a Duma TV-re! Megújult díjcsomagokkal várunk, reklámok nélkül, bármikor.